Bobo, ez kétségtelenül Mr. Burns macia. Burns, nem ússza ezt meg olcsón, arra mérget vehettek. Cserébe ad nekem egy saját zenestúdiót. Egy marha, sütés, mustár, saláta öntet, hagyma, uborka, mindez szendvics. Szomé, megint összenyálasztod a mikrofon. Én azt mondom, hogy adjuk neki oda a macit, ha már annyira vágyik rá. Vissza kéne varni a szemét. Nem, a szemét elküldjük Burnsnek. Többet fizet, ha azt hiszi, hogy veszélyben van a mackó. Igen, elküldjük a szemét. Biztosra veszem, hogy szép jutalmat fog felajánlani, és akkor mi a dupláját követeljük. Én nem lehetek hébe-hóba kapsi. Bobó, én gyönyörű Bobóm, megígérem, soha többé nem hagylak el. Ja igen, természetesen nem tudok magas jutalmat adni, mivel hogy készpénz zavarban vagyok. Látja, kérem, ez az öreg viskó is omlik össze, de biztos vagyok abban, hogy meg tudunk egyezni. Igen, uram, utasítsd el az első ajánlatot. Megkínálhatom egy itallal. Sajnálom, Burns, nincs alkú. Ne féljen, Smithers, most még keményen játszik, azonban hamarosan összeroppan. Fel kell hívnom Burns, fel kell hívnom Burns, hát ha megkapom még azt az italt. Apa, minél többet válsz, annál többet fizet. Aha, ez logikus. Fogjátok le! Tudtam, hogy térden csúszva fog visszajönni. Mennyit akar? $1 millió plusz 3 Hawaii-szigetet, de nem leprásat. Megadom, kérem a macit. Hú, gazdag vagyok, halljátok? Tessék, itt van, na, add már ide, na, add már ide, Maggie. Na, csúnya baba, csúnya Maggie, csúnya. Na. Tizsi. Kérem a macimat. A macit. A macét! Tessék, Maggie! Nincs alkú, Mr. Burns! A maci itt marad! Nagy hibát követel, Simpson! Nagy kaland! Kell a hóhérnek a pénze! Meg vagyunk anélkül! Fiam, segítened kell rajtam! Elgázoltam 3 embert útközben, és nincs semmiféle biztosításom. Egyébként hogy vagytok?